Visszavágott a Tiszaújvárosnak a hazai pályán elszenvedett vereségért a Nyíregyháza Blue Sharks. A Kékcápák a bajnokság 14. fordulójában lejátszott mérkőzésen az első negyedben 3 pontos előnyt szereztek, a második 10 percben azonban fordítottak a hazaiak, akik 5 pontos előnnyel vonulhattak pihenőre. A harmadik negyed döntetlennel végződött, a záró 10 percben viszont ellenállhatatlanul játszottak a vendégek, akik végül 8 ponttal megnyerték a találkozót. Tiszaújvárosban talán pont az előző forduló tudott nyerni először együttes a Hódmezővásárhely, de akkor nem is játszott a légiósuk, tehát hazai pályán nagyon erősek. Brunstolós, nagyon nehéz mérkőzés volt. Viszonylag jól kezdtünk, jó tempóba, jó ritmusba, de nagyon sok zicserünk csorgott le a gyűrűről az első fél időbe. Második fél időbe is igazából nem tényleg akarattam, a lelkesedéssel volt a baj. A negyedben viszont hál' Istennek kijött, extrát játszottunk, nagyon ültek a dobásaink, és védekezésben is összeállt a csapat. A keleti csoport tabelláját a Hódmezővásárhely vezeti 11 győzelemmel és 3 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval álló Miskolcot. A nyíregyháziak 7 sikerrel, amelyben nincs benne az elmaradt nagykörös elleni mérkőzés után a szövetség által megítélt győzelem és 6 vereséggel az 5. helyen állnak. A Kékcápák a következő fordulóban az Egert fogadják. Az Eger egy viszonylag szervezetlenebb játékot játszik, amire azt mondhatnánk, hogy akkor könnyű dolgunk lesz, de ez nem így van, mert az olyan csapatok ellen nagyon nehéz játszani, akik nem tartják be a kosárlabdának az alapszabályait, és mindig megjelennek olyan helyeken is, amire nem számítunk. Éppen ezért nagyon kell készülnünk még akkor is, hogyha mi vagyunk az esélyesebbek, mi nem vagyunk annyira jók, hogy kimenjünk a pályára, és a cipők megnyerik a mérkőzést. Nagyon fontos, hogy koncentráltan, keményen kell elkezdeni a találkozót, és hát természetesen nem mondhatok mást, hazai pályán egyébként is a győzelem a cél, de idegenben is győztünk, ahhoz, hogy bármit el tudjunk érni, nekünk ezt a meccset meg kell nyerni, és a srácoknak ezt is el kell viselni, ezt a terhet, hogy egy úgymond kötelező győzelmet kellene megcsinálnunk vasárnap, ami azért nem lesz olyan könnyű dolog, és most is szeretném kérni a közönséget, hogy segítsenek minket. Remélem, hogy jó hangulatú mérkőzés lesz. A Nyíregyháza Blue Sharks Eger mérkőzés vasárnap 16 óra 30-kor kezdődik a Continental Arénában. A forduló további párosítása a következő: Miskolc Maszt 2, Budapesti Honvéd Békés, Óbudai Kaszások Debrecen, Hódmezővásárhely Salgótarján és Nagykőrös Tiszaújváros.